Egyre több ember érdeklődik az egészséges táplálkozás iránt. Ebből a célból indult el a szabadkai Badavi Poliklinika új műhely munkasorozata. Reggeli italokat és ételeket készíthettek el szakemberek segítségével az érdeklődők. Kiderült, hogy az egészséges táplálék is lehet nagyon finom. Az egészséges ételek elkészítésénél rendkívül fontos szerepe van a fűszereknek. A csilit például a hagyományos indiai gyógyászatban gyomorbántalmak enyhítésére, gyógyítására használják, de a vérkeringésre is nagyon jó hatással van. A fahéj a cukor felszívódását szabályozza a szervezetben, a kurkuma pedig a véredényeket tisztítja. A gyömbérnek ugyanakkor erős antibakteriális hatása van. Kis Angéla azért jött el, hogy új információkat szerezzen az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Elsősorban talán saját magam véget és az egészségem véget, nem utolsó sorban talán a kilóvesztés véget, és szeretnék új dolgokat megismerni. Rózsa Csongor kerüli az olyan ételeket, amelyek adalékokat tartalmaznak, mert tudja, hogy ezeket a szervezet nem tudja lebontani. Eljöttem ide is, hogy megismerkedjek, tehát végül is egy egészséges étrenddel, meg magam szempontjából is, mivel cukorbeteg vagyok, tehát nagyon érdekel, ugye, tehát maga ez a téma. Az egészséges táplálkozás elsősorban a nyersen elfogyasztott zöldségeken és gyümölcsökön alapszik. Dr. Katarina Badavi ilyen alapanyagokból összeállított reggeli elkészítését mutatta be az érdeklődőknek. Zdrava hrana za doručak bi bilo možda neki sendvič, naravno od integralnog hleba ili beskvasnog hleba, zatim neka salata od voća i povrća, sok i u to ćemo kombinovati začine, isto koji su jako bitni i jako značajni, od njih četiri glavna začina, čili, cimet, kurkuma i džumbir. Az első fogást, a zöldségturmixot sárgarépából, zöldségből, tökből készítették gyömbér hozzáadásával. Utána hidegen sajtolt lenolajjal keverték ki a zsírszegény túrót, csili és kurkuma őrlemény, fokhagyma, házi fűszerpaprika és himalájai só hozzáadásával. Ezt teljes kiürlésű kenyérszeletekre kenték, és felkockázott friss paprikával szórták meg. Utána még gyümölcssalátát is készítettek almából és körtéből, fahéjjal megszórt lenolajas túróval körítve.